Na, hát akkor nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Csinálunk itt mindjárt valami zenét, vagy bonát. Hello! Hello, hello! Pont ide értem a kezdésre. Szia, Mackó! Hello, hello! És szia, Timi, és szia, Kenderem! És szia, mindenki! Mindjárt egy pillantást. Goodbye! Megoldjuk. Na, majd egyszer normálisan fog működni ez is. Történt ugyanis, hogy valahogy újra telepítettem a Windows-t. Megnéztem, 132 napja, hogy beletettem az SSD-t, amit vásároltam, hogy na, majd, hát hamarosan újra fogjuk telepíteni a Windows-t, nem sikerült, de most már megvan, ennyi, tehát nagyon jó. Ebben van zene is? Nem tudom, ez ilyen mindenféle vidám dallam ingyen, amiért nem piszkálnak vodba. Szia, Miss Daisy! Hello, 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 hello. Na, úgyhogy, ja, úgyhogy van stream. A bordatörésig gondolom meg vagyunk. Azóta már jobban vagyok. Amiatt, hogy nem tudtam akkor dolgozni, igen, felgyűlt a munka, és ráadásul, bocs, kiszaladt a brum, semmi, ne viccelj, mert szóval amiatt, hogy nem tudtam kellő időt itt eltölteni, rám gyűlt a munka, de olyan szinten, hogy gyakorlatilag most egy hét alatt két heti munkát meg kellett csinálni. Úgyhogy mindenhez volt kedvem csak streamelni, nem? Ezt nézzétek el nekem, de rettenetesen fáradt voltam. Aztán tegnapra meg jól megfájdult a vállam. Nem tudom pontosan mi baja, de mai szinte semmi. Tehát, hogy ezt kiérti? Nem, tényleg nem tudom. Nem értek semmit, úgyhogy... Hát ja. Úgyhogy Isten igazából ezért nem volt stream, de most már tervezem, hogy rendszeresen lesz. Újra telepítettem a Windows-t, működik. Most már úgy működik például a Warzone, ahogy én azt szeretném. Illetve egy-két ilyen anomáliát is sikerült helyre tenni. Mint például, hogy az I Am A Fish című játék egérrel is billentyűzettel ugye eddig nem streamre fájt a vállad. Arra a fogam fájt. Szia, Csúi. Hello, hello. Úgyhogy, ja. Tehát, ugye szaggatott a kamera mozgatásnál, miközben ugye az egérrel ugye próbáltam nézelődni. Ennek is vége van. Na, azért teljesen nem telt munka nélkül, mármint olyan munka nélkül, amit ugye innen a streamről ne tudnék, tehát na, gondolkodtam, alakítgattam dolgokat. Ja, bankót nem kérjük. Ez itt egy ilyen állvány, és ő lesz a kameratartó. Csodálatosan ide a két monitor közé, ilyen nagyon kis szofisztikáltan, ilyen teljes mértékben el tud tűnni. Szóval el fogom ide állítani, és az asztalt fogja venni. Egy nagyjából 60x40 centit tud látószögben, azzal az objektívvel, ami ugye a második kameraképen van. Tudjátok, az oldalsó. És
Nagyon jó a fényerő, úgyhogy nem kell itt szarakodnom a fényekkel, meg mindenféle világítás, meg csuda tudja, úgyhogy most már csak meg kell érkezzem majd a hajó, még ugye nem rendeltem meg, de majd szépen lassan össze fog arra is gyűlni a dolog. Szóval most már innentől az asztalon tudok mindenféle ilyen csodálatosságokat csinálni, majd lehet, hogy van itt egy pici Lego készlet, aztán azt majd megmutatom nektek, jó régi. Remélem mindenkinek jól telt egyébként a hétvége, és a mai hétfő is. Itt borzalmasan pocsék idő volt, tehát kifejezetten nyomasztó, és altató, és nem tudom, azt szerintem 5 kávét ittam, de még mindig tudnék aludni. A stream előtt Zsófinyéknál voltam, mondta is, hogy azt kell streamelni, amihez kedvünk van. Hát mondom, akkor nálam elég is alvó stream lenne. Borzalmas, srácok. Mondjuk nem is aludtam most túl jól az elmúlt napokban, köszönhetően a válfájásnak, de tehát, hogy ez tényleg brutális. Brutális, hogy milyen pocsék idő van. De hát, és ráadásul ma korán is kellett, mert hát úgy volt, hogy anyukámnál cserélnek ajtót, de meg ablakot, de az ajtót arrébb kell rakni, mert a házszigetelés az rá fog lógni az ajtóra, tehát most konkrétan a fal mellett van, és ugye ezt arrébb kell tenni. Ugyanezen oknál fogva egy ablakot is. Van még egy ablak, amit ő feleslegesnek vélt akkor át rendelni, vagy cserélni. Ez az előszobán egy ilyen marha nagy ablak, oda felesleges, mert csak felmelegszik tőle az előszoba. És ja igen, a konyha ablakot egy ilyen terasz ablakra, vagy hát terasz ajtóra cseréli. Na most megjelent reggel a mester, azt se tudtam, mit kell csinálni, mert a generál kivitelező küldte. Kérdezte édesanyám, hogy ez így hogy lesz így október derekán, így azért hogy gondolták, hogy most itt bontanak, aztán akkor hol az ablak, meg az ajtó? Hát, az náluk nincsen. Ja, aha, oké. Okay. És akkor mit szeretnének csinálni? Hát azt nem tudják. Csak jöttek, mert jönni kellett. Majdnem röhögtem a telefonba. Tehát ennyi világtalan embert manapság, én komolyan mondom, de szerdán jönnek és megcsinálják. Úgyhogy szerdán is korán fogok kelni, de akkor már legalább lesz értelme. Jó, de jó. Na, térünk rá a hét többi napjára, mielőtt még a mai napi programot felfedem. Este valószínű, hogy kodozni fogunk, de azt nem fogom valószínűleg streamelni, mert szerintem azt... Akkor végül csináltak valamit? Semmit. Tehát így jöttek és elmentek. Szóval tök felesleges volt felébredni. Meg én is anyámnak szabad napot kivenni. Boldog is volt tőle. Úgyhogy hagyjuk. Hagyjuk. Olyan dolgokat engednek meg az építőiparban, meg úgy, főleg ezek a tehát bármilyen szakembernek, hogy van pénzed, fizetnél érte, és könyörögni kell neki, hogy gyere már, dolgozz nekem, hagy adjak pénzt. Tehát ezt így én nem értem. Tibi is valamelyik nap úgy járt, hogy az Eresz csatornáját ki kellett volna takarítani, és hát nem ért oda a mesterember. Úgyhogy ez ilyen, nem tudom, országos probléma. De nem is értem, hogy tényleg hogy engedhetik meg maguknak emberek, hogy így
így dolgozzanak. Borzalmas, borzalmas. És hát akkora összegeket mondanak, amekkorát nem szégyelnek. És te megfogod és kifizeted, mert nem értesz hozzá. Na hát ezért csináltuk a gyerekszobát mi. Még jó, hogy sógorom azért ebbe az építőiparban egészen jártas, de na, például a padló lerakás az saját kútfőből, Hello Hydra, az saját kútfőből ment, tehát hogy ez a, megnéztem az interneten, hogy kell, aztán megvásároltuk és leraktuk, és egyébként jó lett, nyilván nem ördöglakat, csak megspóroltam volna némi nemű sérülést, idegeskedést, meg szerintem azért elég sokat is vacakoltunk vele, nem olyan a tempóna. Nincs benne a kezünkben a mozdulat, meg volt, hogy improvizálni kellett, mert hát nem teljesen úgy sikerült. De a szegőt én megvettem fantasztikusan, de például azzal nem számoltam, hogy a radiátornál a radiátor cső, tehát ugye a fűtős cső, az lentebb van. Tehát, hogy nem fér be a szegő. Az 5 centis szegő. Ja, és akkor most mit csináljuk? Megfordítottam. Ennyi. Meg lett fordítva, egy kicsit megforogtam, megfordítottuk. Teljesen jó lett. Úgyhogy előkerült ott hőlékfúvó, meg ilyen vágócuc. Borzalmas, borzalmas legó volt az is. De, hát kész lett. Azóta is tökéletes, nem esett szét, sőt, most már a küszöbszegőt is felbírtam rakni, mert hát ugye mire meg lett a küszöbszegő, addigra jól lesérültem, mondtam, hogy a fene ott tette meg, addig, de nem is lett semmi baja. Úgyhogy szerdán kamionozni fogunk, mert annyira régen volt, viszont hát annak okán, hogy ugye itt fájt az oldalam, na vezetni sem nagyon tudtam, úgyhogy az autózást is teljes mértékben minimalizáltuk, és már nagyon hiányzik. Tehát megmondom őszintén, hogy egy jó fuvar, teljesen mindegy, egyedül vagy többen, marhára nem érdekel, csak menjünk. Úgyhogy szerdán szerintem Eurotruckozni fogunk, pénteken meg lehet, hogy folytatjuk a halacskás játékot. Jövő héten hétfőn pedig a Rime-ot majd. Vasárnap pedig lehet, hogy pókerezünk, lehet, hogy kodozunk, és euró reggelt. Kovács, nagyon szépen köszönöm a 10. hónapot. Igen, most biztos vagyok benne, hogy ezzel most úgy mindenki egy kicsit így elszontyolozott, hogy ilyen sokáig nem volt szín, mert gyakorlatilag egy hónapot most pihentem. Bár pihenés lett volna. Egyrésztről jó volt, hogy nem kellett azon pörögnöm, hogy jaj, mivel játszak, meg ízi, mi legyen a műsor, akkor rosszul hiszed. Ja, köszönöm kedvességedet. Ugye a Discordon ugyanúgy játszottunk, csak hát nem voltam éppen az a nagyon bőbeszédű, mi folyik így gyöngyösen, stream van, érted? Stream van. Nem volt egy ilyen egy hónapja. Hallod. Úgyhogy. Viszont egy pillanatot türelmet kérek. Kikapcsolom a fűtést, mert melegen van. Mert ugye eljutottunk odáig, hogy bizony-bizony fűteni kell. Sőt, tudjátok, mint visszakapcsolom egy kis ventilátorozásra. Jó. Mert hogy fűteni kell. Eljött az idő, kint hűvös lett, és nem akarom, hogy kiüljön a ház, úgyhogy na, úgyhogy ez várható a következő napokban. Ah, de jó, ez a kis mozog a levegő. Ez várható a következő napokban. És ma mivel fogunk játszani, az egy meglepetés. Vald be, bezettek az átosztályra, és ma engedtek ki. Hogy mi? Hogy mit csinál? Ez itt zárt osztály, úgy, ahogy Maci írja. Tehát egy ez a zárt osztály. Mit, te miről beszélsz? Na, arra vagyok kíváncsi, hogy benne van-e a... De valószínűleg nincs.
Jó, úgyhogy akkor Games Plus Demos lesz a kategória. És mindjárt meglátjátok, hogy miről van szó. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a véleményetek. Lehet majd backseat-elni, illetve lehet majd írni, hogy mit csináljak és hogyan. Úgyhogy el is indítom a játékot. Szóljátok a túlhangos! Hát talán így azért lentebb halkítjuk. Nos. Hát, hölgyeim és uraim, ez nem más, mint egy fantasztikus magyar népmesék játék tulajdonképpen. Ez a Behind to Beyond, ez egy demo egyenlőre. Jövő héten fog indulni ennek a hát nem is tudom, Patreon talán, egy pillanat türelmeteket. Mindjárt megnézem, hogy pontosan az áruházi oldalt felkeressük. Igen, a Kickstarter október 19-én fog indulni a projekt. Megnézzük, milyen ez a játék. Nekem nagyon megtetszett. Magyar streamernek a magyar játékot. Így van, ahogy Hydra írja. Hello, hello, Gabó. Szia, szia. Úgyhogy bizony, bizony. Magyar népmesék. Tehát, hogy mi is lehetne stílszerűbb, mint egy magyar népmesék. Ilyen point and click jellegű, tehát ugye itt van az irányítás. Ha valamihez oda megyek, akkor ugye van interakció, lehet megnézni, beszélni vele, használni, szétszedni. Old Good Gamer, hello, hello. Van valami ügyesség, azt mondja, átverhetsz szereplőket, de bemutathatsz egy akrobatikus mutatványt, vagy célba lőhetsz. Nem tudom, volt-e benne frissítés, de volt egy elakadási bug legutóbb. Ó, hát bízunk benne, hogy nem húzza keresztül a számításainkat. Igen, lehet az átvezető videókat lehet, át lehet ugrani. Tovább lehet kinizsippál. Nem tudom, majd meglátjuk, hogy mi a történet. A magyar nyelv nincs benne, de magyar felirat, az mint láthatjátok, természetesen. Úgyhogy demo, Hortobágyi Creeps. Nagyon jó. Úgyhogy, hát nem tudom, nekem ez így most megtetszett, arra azt gondoltam, hogy megnézhetnénk, úgyhogy csapjunk is bele. Nem fogok narálni, úgyhogy olvassatok, mert túl gyors. Ez a galamb, ez kurva jó. Ott van Paloma egyébként. Naráljál már! Nem narálok, már olyan gyorsan nem tudok olvasni. Most megkívántam a Hortobágyi palacsintát. Over the glass mountains, but before the never-ending sea, in the kingdom of Behind the Beyond, lived a very poor man with his three sons. They were as poor can be. When the first son came of age, his father called upon him and said, My dear son, you've grown to be quite a lad. Now 'tis time to set off on your journey and pick up a craft. And so the boy gathered his things, said goodbye to his family, and left for the village to try his luck. He became a blacksmith,
the best wine the kingdom had ever seen. Then, when the second son came of age, his father called upon him too and said, My dear son, you've grown to be quite a lad. Now 'tis the time to set off on your journey and pick up a craft. And so the boy gathered his things, said goodbye to his family, and left for the village to try his luck. He became a bootmaker, the best one the kingdom has ever seen. Finally, when the third son came of age, his father called upon him too and said, My dear son, you've grown to be quite a lad. You stay home with me and learn how to plow and sow. Father dear, I want to go after my brothers to try my luck too. I don't need anything. Just let me pack some ash-baked scones for the road. And so the youngest boy gathered his things, along with the scones, said goodbye to his old father, and set off. Na, és hát akkor így. Egyébként a magyar játék mégis angol a szinkron. Nyilvánvalóan a magyar piac nem elég nagy egy ekkora játéknak, ezt te is tudod, Csuhi, tehát ahogy a Twitch-en, úgy szerintem ezekben a játékokban is a globális piac, ami egyedül versenyképes lehet, és most nem akarok itt nagyon belemenni a dolgokba, de szerintem mindenki látta például az elmúlt napokban azt a botrányt, ugye, amikor is kikerültek az elmúlt két évnek a kifizetései a Twitch-en. Azért szerintem, ha megnéztek egy-egy csatornát, akkor nagyon jól látszik, hogy mondjuk egy X nézőközönségű magyar csatornának mennyi bevétele volt, és meg lehet nézni, hogy egy ugyanekkora külföldi, vagy hogy mennyi az ugyanekkora külföldi. Tehát, hogy egész egyszerűen tehát arra próbálok kiukadni, hogy amikor ugye valami a globális piacon szerepel, akkor egész egyszerűen nagyobb az a torta szelet, a morzsa, amiből juthat, míg egy eleve kicsi szeletből még kevesebb. Tehát, hogy ez így. Hol lehet ezeket megnézni? A Google a barátod, a Wikipedia a barátnőd, de egyébként szerintem 3 perc alatt, vagy 2 perc alatt tényleg meg tudod találni, úgyhogy ezt itt nem szeretném tovább. Igen, interneten. Nem is szeretném ezt itt tovább nagyon taglalni. Egy magyar játékhoz össze lehetett volna közösségi összefogással szedni egy-két szinkron hangot. Csuhi, jövő héten indul a Kickstarter program. Gondolom, hogy lehetett volna, és lehet, hogy lesz is rá lehetőség, hogy szinkron hangokat esetleg megbízzanak a történetmeséléssel, viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy ez nagyon sok. Tehát ez óriási költség. Éppen ugye Miss Daisy volt, aki a múltkor mondta, hogy egy-egy tévéfilmet azért szinkronizálnak újra, mert egész egyszerűen lejár róla az a jogdíj, amit a szinkron stúdió kiadott, és olcsó újra szinkronizálni ilyen huszadrangú szinkronhangokkal, mint a régieket kifizetni. Úgyhogy azért ezzel tisztába kell lenni, hogy ez baromi sok pénz. Úgyhogy... Na, azt mondja, hogy várjatok. Igen. Hát, mackó, tehát te... Neked nincsenek rossz nézői. Bezzeg nekem, látod? Például itt ez a Goa út, hallod? Fú! Hát, Csuhi, ez is munka. Ennyi erővel a készítők is fel tudták volna szinkronizálni, csak hát nem értenek hozzá. Úgyhogy, igen, velük nézhetőek voltak a filmek, pontosan, ahogy Tibi írja. Na de!
Hát nézzük akkor. Na, nézzük meg, mi van itt. Erre menj. Na, ugye beértünk ide a faluba, és hát van egy kis pogácsánk. No. No can do. Nem tudom. Can't do that. Nem lehet. Jó, menjünk be szerintem ide a késői streamek előnye, hogy félig már alszok. Na, aha, ez ott érdekes. That's the master right there. Az ott egy gazda. Kérünk a kocsmárostól valamit, nem? Vagy vele nem nagyon lehet itt interaktálni? Nem? Valami munka, valami, bármi. Ki, hogy állnátok? Na. Ti hogy állnátok neki egy ilyen történetnek? Jó napot, gazduram! Good day, master. Good day to you too, Sonny. What do you need? Mi kéne, ha volna? Most ez komoly? Csak gondoltam, köszönök. Jó. Ott van a Juliska Mariska. Nézzük meg, nem beszéljünk vele. Segítsünk neki. Good day. Welcome to our tavern. Isten hozott a kocsmákba. Segíthetek azzal a tányérra? Oh, yes, please. Thank you. Na. There you go. Just to get some rain. How is business? Well, you know. Same old, same old. Hát csak a szokásos. Hát munkát keresünk, nem szép lányokat. Na, volna itt valami munka a részemre. You'd have to ask my pa about that. I doubt he's got any jobs for you. We don't get that many customers since... Well... Just ask my pa. He's over there at the counter. Mm-hmm. See you later. Akkor visszállt később. Az persze. Nézzük ezt a csodaszarvast. Mi ezt a testvéget? Egyetlen jogszárnak sem esett bántódása a játék készülése alatt. Jó, azért van humoruk. Utána őket kifaggasztjuk már. Biztos vagyok benne, hogy... A drága papa... Akkor ő a papa? Nem. Good day, master. Good day. What do you need? Nothing. Jó. Drága papához nem lehet... Csúi ezt a problémát mond? Ne, nem itt van. Jó van. Good day, sir. Good day, son. What can I get you? Mit adhatok? Munkát. Munkát szeretnék. Help? No, son. We're right as rain. Szia, Cuki! Erősködjünk már még egy kicsit. Biztos! Biztos! Inkább arra kellett volna rám. Jó, biztos? The tavern seems pretty busy. Oh, yes, I am sure. It's busy now, but the daughter and myself can manage just... Ja, nyommal! Nagyon jó! Magyar népmeséketik, így van. Why not? Oh, son, don't tell me you haven't heard... Kószáló fény! Na. Kószáló, micsoda? The wandering light. What's a wandering light? Mi az a kószáló fény? Szellem, hogy egy átok. Aha, igen, látom, miről van szó. Köszi. Úgy, bocsánat. Még jó, hogy ti értetek angolul.
roams the streets. Folk just go home and lock themselves in for the night. Kérdezzük meg tőle, hogy hol szokott feltűnni? Vagy kérdezzük, nem, hát megkérdeztük, hogy mi is az a kószáló fény. Hol szokott? Out on the street. If you want to see it, just wait outside the tavern. But stay far away from the thing. Megkérdezzük, hogy... What? Me? Catch the wandering light? No. No way. Don't want to get burned. Jó, akkor megkérdeztük, miért nem bérelnek fel valakit, hogy elintézze? I guess I could. Oh, but this is no ordinary matter, son. Just a ghost or a curse or something. So who you gonna call? If I get rid of it, will you give me... Na, próbálkozik. Maybe. If my customers were to return, I would consider it for sure. But how would you catch it, son? Have you done this kind of thing before? Don't you worry about that, Mr. Innkeeper, sir. Jó, egyet se féljem. Oké. I have some questions about the wandering light. Well then, ask away. Ja nem, ez már volt. Hát akkor... I'll be going now. Jó, na hallgassuk meg, miről pusmognak ezek itt. Hello. Ilyen szép napunk van. Na, az igen. Thanks. Azt mondja. Nagyon jó. Hello? Oké. Kezd a szapósomra hasonlítani, hogy mindenkivel legalább dumálna. Nagyon jó. Ezt a köszönést lopom. Nézzünk be a kútba. Ez bizony egy kút. Hiányzik valami róla. Mondjuk egy lánc. Visszhang. Seems to be missing something. No. Az alján lévő elrabott lány hiányzik, hogy mi? Nem kell láztani a hullákkal. Igen. Jaj, de jó veletek. Itt a vödör! I'm sure they won't mind me borrowing this. Ah, tehát főhősünk lop. No luck. Ott a köcsökfa. Nem lop, kölcsön vesz, igen. Mézes kalácsot vegyenek! Na mondjad! Mézes kalács házhoz. Ez valahonnan ismerős! I hate salesman. Nagyon jó. Na jó. Tehát utálja. És akkor elvenni nem tudjuk. Nem. Jó. Ez is zárva van. Mondjuk nagyon jó ez a rovás írás. Csizmadia. Nagyon jó. Most ezt is megtudtuk. Aha. Ott a kötél! Looks comfy than my bed. Lol! Azért ezt figyelitek, milyen kreatívan meg van oldva? Jó, egyenlőre még nem heverész. Azért ez egészen
A vadér nem a kútra köl? Dehogy nem. Dehogy nem. Dehogy lépünk ki. Hagyjál már. Ne. Kukfu Gandalf. Ja. Ezt nézzük meg, mi ez? Blacksmith. Na, ez a kovács. Rakjuk össze itt a... Seems to be missing something. Jó, és akkor ezt hogy lehet? There, all fixed. Got myself a bucket of water. Ez igen. Na, húztunk vizet. Erre mi van? Maybe if I had something to grind in it. Aha. De jó. Ezt is kölcsön vesszük. It's not a good spot to fish anyway. Reeds are very common around here by the river. Gyakori a nára folyó, mert tényleg. Without a knife, I would just hurt myself. Kés nélkül csak megvágnám magam. Aha! Az ott mi az? Hát csak ide. Ez túl nehéz, hogy elmozdítsam. Looks like there's something wedged under that rock. I don't want to force it. It would just tear in half. This doesn't work like that. Nope. Hop. Reeds are very common around here by the river. Jó, hát akkor itt úgy látom, hogy ennyi van. Kajak elővett egy jó-jót. Hatalmas ez a játék egyébként. Text and the demos. Jó, a kategória az jó. Akkor megyünk vissza a faluba. Na? Hát a szalmabogja kényelmesebb, hát hallottad. Szóval van egy vödörvízünk, ami jó. A kocsmába ugye nem kaptunk munkát. Ide jövünk a köcsögökhöz, ott az, úgy látom, hogy semmit. Van gyermeket, kis testvéred? Aha! Tetted le! Na, akkor úgy látom, hogy onnan viszont lehet, hogy lopni kell majd. Nézzük meg az öreget. Ó, ott, az van gomba? Mégsem? De... Érdekes, hogy... Milyen tücsök hang ez. Jó hangos. That's our very own elder. Saját bölcsöregünk, beszéljünk vele. Good day, dear son. Hogy szolgál az egészsége? Fine. Jól. Considering I'm as old as the hills. Oh, I just wish I wasn't this hungry. Oh. Goodbye. Farewell, my boy. És az öreg. Én azt mondom neki, hogy... Here, I have some scones from home. They're not much, but I'm happy to share them with you. Oh, thank you, son, for helping out an old man.
I won't let you leave empty-handed. Here, for your kindness. I'm sorry, but I have no use for this. It's a szemüveg. I can see perfectly fine. Aha. But these are not just any old glasses, my boy. Körülbelül besötétedett. You see that there is much deceit in this world. Words and magic. Ooh. The truth often hides itself from the sharpest of eyes. Those glasses you gave me, I have no use for them. I can see perfectly fine. Jó, igen. Those glass, I have no, I can see. Akkor viszlát. Miért ott jönnek a tücskök? Nem hallom a szereplőket sem. Ez egy nagyon jó kérdés, Miss Daisy. Sajnos úgy látom, hogy azért minden nem működhet tökéletesen. Na. Hallod? Hello? Bootmaker. Hát ez Cheese Maria. Nincs itt a... Blacksmith. A well, that is. Ez bizony egy kút. Milyen jó megfigyelő vagy. I'm selling these fine leather jackets. Never mind then. Hop. Good day. Good day. Welcome to our tavern. I asked your pa for work, and he told me there's a ghost here. Eek! Yes, a ghost. Yes, and you're eek! Roams the streets when it's dark. Burns everyone who gets too close to it. We call it the Wandering Light. Mm. What do you know about this Wandering Light? Just what I already told you. It appears at night, roams the streets and burns folk. Megégeti a népeket. I'm no expert. I bet the elder that lives over the hills knows about ghosts. See you later. Igen, az öreghez már elmentünk. Not now. Good evening, sir. Evening. I hope you didn't have any trouble. No, no trouble at all. I'll be going now. Hát nem volt itt semmi. Na. Most komolyan? A kamerám alatt nem volt semmi. És nem mentett el. Ó, hogy ez a... Jó, na akkor még egyszer. Ezt átpörgetjük, ne haragudjatok, sajnos úgy láttam, hogy... Tehát kószáló fény, meg izé, de hogy... Tehát nem nyomtam meg az escape-et. Good day. Jó. Nem. Vissza. Igazi hungarikon játék. Hát most... Nem volt quick save. De nem, nem, nem. Jó. I'll be going.
Good day. Good what? No. Jó volt beszélgetni. Ja, egyszerű. Itt mentünk egyet. Na, ja. Szóval, hogyha ide kattintok, ilyen fele magasságba, akkor képes, és kikapcsol, úgymond. Na, hogy megy a bolt? Munkát keresek. Volna itt munka. Segíthetek-e azzal a tányérral? Igen. Na, nincs ebből semmi. Hetek óta nem esett. Oda lesz minden termés. Érdekes. Ember tervez, Isten végez. Ez közhely. Erősen közhely. Még néhány ilyen hét, és a termés Isten kezébe lesz. Az én napámnak is pokoli dolga van a káposztával. Legyen ez. I will kill the devil with my own hands if that brings me a drop of rain. Hú, de pukkancsa bácsi. I've not seen summer like this for a long time. We had the most heavenly harvest last year. We need to pay the price this year. It's been a dog's age since we had a good harvest. We had the most heavenly harvest last year. We need to... Man proposes, God disposes. If I have to suffer another day of this heat, I swear I will catch on fire! Még ilyen sokáig marad az idő, megfelek a libák. How goose is cooked. What the hell am I to do with that cursed sun? A few more weeks like that, and this harvest is in the hands of the gods. We had the most heavenly... Jó, igen, ezt már hallottam. Reméljük hamarosan Dézsából. Jó, igen. Nem hozott semmi mást, csak porördögöket. Jó. Walking out of that door is like entering the gates of hell itself. Jó. I'll let you get back to your rant now. About time. Ide volt. Jó, jó. Oké. Okay. Na, jól van. Akkor menjünk ki, gyűjtsük be a cuccokat. Már kell egy kút víz. Ezt most kölcsön veszük. Ide van egy ötletem. Look, a dragon. I'm not gonna fall for this. Nem. Nem jött be. Get your name written on it. This will come in handy. Soldiers and houses. Az előbb ez a hölgy nem volt ott. Csókolom néne. Nope. Nem. Beszélni. Greetings, master's wife. Üdvözletem, gazdasszony. Üdvözletem, fiam. Miért szomorkodik? Oh, Sonny, why shouldn't I be sad? I had me 7 beautiful geese, but now I only have 3. Some deceitful thing steals one every night, and the mister and I cannot catch the thief, however we may try. Don't you worry a bit, master's wife. I will catch that thief. Leave it be, my dearie. No one can catch him. Though, should you decide to do it after all, I would give you a reward in return. Go inside. You'll find them geese in the barton. Why can't you catch the thief?
Every time the night falls, whoever is in our house falls asleep. 'Tis as if someone has cast a spell on us. Who is this thief? No one knows, Sonny. You see, we all fall asleep when the night comes. Thus no one has laid eyes upon this thief ever. Ja, beszéljünk valami másról. Megyek is, és akkor itt lehet majd bemenni a baromfi udvarba. Szóval felvettük a második küldetésünket is. Elmegyünk az öreghez. Beszélünk vele. Good day, sir. Good day to you. How's your health, considering I'm as old as... Na most a madár volt ilyen hangos. Goodbye. Farewell. Adunk neki pogácsát. Here, I have... they're not my... Oh, I won't hear. Thank you, Mr. Elder, sir. Na, megköszöntük. Szerintem ez kellhet a... a libatolvaj elkapásához. Look, a dragon. I'm not gonna fall for this. Jól van. Azért megpróbáltam. There, all fixed. Got myself a bucket of water. Not gonna work. No. Jó, elmegyünk még a... Bár azt szerintem egy későbbi dolog lesz, de... A pecabotot meg a lámpást azt felszedjük, és aztán mentünk egyet. It's not a good spot to fish anyway. Ez úgyse jó hely pecázni. Még csirke hang is van, természetesen. Jó. Mentünk. Jó. Oké, na. Akkor nézzük meg azt a csirke udvart. Na, lássuk. Várjátok. I'll keep this for later. No. I can't pick that up. I'm afraid they bite. Még a végén megharapnak. Good day, Master's Geese. Gag. Ó, de mérges. Hogy néz ez ki? I can't do that now. A rose bush. Vegyük csak fel. Where the geese live. I can't do that now. De nem tudunk bejönni. Ezt meg inkább vegyük le, mert roppant idegesítő. Jó, egyenlőre... Egyenlőre heveredjünk le ide.
menjünk el az éjszakába. It's some kind of light. As night befell on the village, Johnny noticed a strange Jánoska. Spectacle. A light floating in the air, wandering around the street. The sight of it left Johnny mesmerized. No luck. Ouch! No. Ouch! Nope! A little girl with a lantern. She seems to be looking for something. Ouch! Hello? Ouch! Mit kereshet? Jó, megvan a magyarázat a fényre. Még itt van a három liba. I don't feel like talking to the Lord. Ouch! I can't do that now. Ouch! Ouch! No. Ouch! Jó, akkor hát nem tudom. Elmenjünk a... Oh boy, let's see if I can make it move. Nagyon jó. Csináltunk egy kis lisztet. Kis kukorica lisztet. De milyen egyszerű egyébként ez a játék? Beszéljünk már vele. Evening, son. I hope you didn't have any trouble getting in here. Láttam a kószáló fényt. It burnt me. I told you. Do you know anything about a young girl who died here? A young girl? Oh, you must mean, what's her name? Never mind. Yeah, I know her. I mean, not personally. I heard the rumors that she's gone missing or something. But that was quite some time ago. Could you tell me more about this girl? Sure, son. What do you want to know? Mire vagy kíváncsi? Mindenre. Did you know her? Not personally, no. Igen, ezt már ugye elmondta. Látta őt erre, arra. Milyen volt? Aprócska. She was tiny. That's all. I told you I didn't know her personally. I'd have seen her wandering around all the time, but that is all. The master's wife took pity on her. Gave her some food sometimes. A gazdasszony fogadta be. Aha. Where did she live? No idea, son. Sorry.
I think she might have been an orphan. Living on the streets, you know. I'll be going now. Megkérdezzük a Juliskát is. Good day. Welcome to our tavern. Did you know a young girl who died here? I have heard of her. It was many years ago, so I don't remember too well. She went missing. Folks say she died. That's all I know. Ennyi. What do you know about... Jó, mit tudsz a kószáló fényről? Tesz ki. Pörgettük, jó. Nincs valami... Vegyük már ezt a szemüveget, mert... Ez engem egyébként roppantul. I put that up there. I don't want to take it down. Én raktam oda, nem akarom levenni. Akkor jó. Menjünk ki. Vegyük fel. No luck. Hello? Meg fog megint égetni. Ouch! Lehet, hogy mézes kalácsot kellene majd neki. Gingerbread. Csorni. Ide se tudunk bemenni. Ide se tudunk bemenni. Nézzük a libákat. Bocsánat. Egy liba. Beautiful geese they have indeed. Kettő. Meg három. Jó, ezek megvannak. No way. This thing has like a million thorns. Millió tüskéje van a rózsának. Hát akkor ne szedje le. Akkor ne szedje le. Etesd meg őket, de hát mivel? Mivel etessem meg? A mizével? Azt gondolod, hogy ez jó ötlet? No. Not this time. I'm not really thirsty. Nem igazán vagyok szomjas. The master's animals must be drinking here. I'm afraid they bite. Ez még mégén még megharap. Beautiful geese they have indeed. De leülni nem lehet. Jó. Anyóka. De jó, hogy találkozunk. What do you need, son? Mi kéne, fiam? Hát mondjuk... Did you know a young girl who used to live here? A kislányról. Where did she move to? No, I think she passed away. Oh, you must mean Anna. Anna? Oh, poor soul. But she ain't dead. She's missing. Can you tell me more about Anna? Sure, Sonny. What do you want to know? Mit akarsz tudni? Did you know her well? What was she like? Oh, she's the sweetest girl. Poor as a mouse. An orphan, too. You see... The master and I never had any children. We offered the girl, oh, poor soul, to move in with us, but she wouldn't. She insisted that her parents would come back for her. Mm-hmm. So we helped her out whenever we could, fed her, gave her clothes, until one day she didn't come by anymore. Ez szomorú történet. Oh no, my little angel. She was a very shy, delicate soul. She tried befriending some local children, but they didn't get along. They always picked on her, called her names. Oh, poor child.
All she had was a rag doll she kept with her all the time. She said her ma gave her that. That doll was her only friend. Where are you, Baba? She's gone missing. Where do you think she's gone? I think she set off to find her parents. God save her soul. I hope she found them and they are all well. Jó. Oké, kellene nekünk egy rongybaba gyártás. De hogyan? Na, ki tudja, hogyan készül a rongybaba? Azaz igen. Na várjatok, akkor szedjük szét a rongyot. Nem. Szedjük szét a vödröt. Szedjük szét a... Nem. Szedjük szét ezt. Na, és akkor ilyenkor mi van? Not this time. Comfy. Itt is lehet várni. Jó? Ja? Most ne várjunk. Szerintem itt hagytam valamit. Dolgokat. Kellene egy kés. Vödör víz a melegedős gazdára. Jól lehet a szó. Itt van a baba. It was a doll stuck under that big rock. Jó. Megvan a babánk. Ezt oda tudjuk adni éjszakára a babának, a kislánynak. És akkor ez meg fog oldódni. Na, látjátok? Mert most sorrend a nem mindegy, de egyébként tök aranyos játék. Meg érdekel a sztori. Ja, leülünk. Hülye vagy János, igen. Na. Leülünk oda. Várunk estig. Úgy, né. Felvesszük a szemüveget. És használjuk a babát. The little girl, called Anna, grabbed her precious doll she's been looking for all these years. Mumbled the little girl and vanished. The wandering light did not appear anymore in the village. Jó, akkor az egyik történetet befejeztük. Elmentem, mert... Jó. Tehát a két demo történet közül akkor az egyiket sikerült. Na, akkor ide jövünk a gazduramhoz. Azt beszélünk vele. De hát elkaptam a fényt. Hello. I'll be going now. Nem tudom, hogy egy kést honnan szerezhetnénk. All right. No. Nem. Damn. Did it hurt? What did? When you fell from the heavens. Oh, micsoda béra, csépelt bók. Mindegy, hagyjuk. I'm not in a habit of hitting women. Ja, hát ne is üsd meg.
Miért akarod megütni? Ja, akkor ez az ütés, jó van. Not this time. Jó, akkor nem. Now, I can't take this with me. Nem tudod elvinni? Hi there! Huh. No answer. Ja. I really need this rope. Nem tudom, hogy a kettő demo történet közül melyik melyik. I think not. Szerintem ne. Jó. Akkor ne kötözzük meg a libát. Menjünk el az öreghez. Mit szóltok? Good evening, sir. Good evening, son. Do you know anything about ghosts? Well, son, there's a lot to know about ghosts. They are the souls of people who have unfinished business. Igen, még az előzőhöz tartozik. Pecebot kötél, meg ruha. Those glasses you gave me, I have no use for them. I can see perfectly fine. Jó, igen, ez már volt. Farewell, my boy. Can't do that. Nem lehet. Azt mondja, hogy nem lehet. Nem tudunk semmit se szétszedni. No can do. De már hajnalodik. Jó, használjuk akkor. Megvárjuk szépen a... Na, egy... A melegedős gazdára, mindjárt bemegyünk, aztán... I think not. Szerintem ne. It is so hot, the eggs boil. Not gonna work. I'm gonna need a miracle to survive. Not this time. Sold to the devil just... Good day, master. Good day. What do you... I spoke to your kind wife earlier. She told me you have a problem with a thief. Oh, yes, we do indeed. I'd much appreciate it if someone caught this thief. We lost a lot of geese already. Sok libánk oda lett, hát igen. I would help you and your wife. Tell me more about this thief, would you, master? Oh, the scamp comes every night and takes one of them geese. We had no luck catching him yet, because we can't stay awake no matter how hard we try. For the life of me, I can't figure out why. That's all, master. Bye. I would go find him myself. No, te meg... Good day, sir. Good day, son. What can I get you? Ha ennyi. Elkaptam a fényt, és már nincsen már semmi. Jó van. Juliska, Mariska. See you later. Itt se lehet már mit csinálni. Nem tudunk bicskát. No can do. Nem tudjuk felkelteni. I don't think so. Adjuk neki a szemüveget. Nope. Akkor nem tudom. Hát, meg vagyunk lőve. Gingerbread, get your gingerbread here. Come closer. Do
can't do that now. For your special lady. A dashing young man as yourself must have a sweetheart. Look, a dragon. I'm not going to fall for this. For your special lady. I can't do that now. Must have a sweetheart, yes? I think not. No. A sweetheart, yes? No touching! Sorry. Your special lady. A dashing... Greetings, mister. Greetings, my boy. Welcome to my little shop. You have the money to buy something? I like this gingerbread. Tetszik a mézeskalács huszár. 10 silver pieces? Oh, mister, that's a bit too much for me. All right, make it 5. Legyen 5. Utolsó ajánlat. I was thinking maybe you'd give it to me for free. Lad, this is a shop. I don't charity. On second thoughts, maybe this isn't the right piece for me. Suit yourself, lad. Farewell. Kellene pénz. It is so hot. I will kill the devil with my own hands if that brings me a drop of rain. The devil got into the sun these days. That's enough. As the plates broke into pieces on the sleeping man's head, he jumped from his comfy seat, looking for his challenger. Ooh. Since no one admitted to hitting him on the head, he decided to take on everyone. Bujóan! Idegesíteni kellett a... Not much later, the innkeeper had enough of the noisy lot and threw them all out the door. Remek! Ezt tudjuk venni. I doubt it's any use to anyone. Kétlet, hogy bárkinek használ, dehogy nem. Akkor várjál. Not gonna work. Good day. Good day. Jó, itt nincs velem mit beszélgetni. Hop, 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 hop. Ez meg micsoda? Tubákos szelence. Tubákos szelence. Good day, sir. Good. What can I get? Akkor semmit ne adjál. Menjünk ki. Hol vannak ezek a jó népek? This doesn't work like that. De mi működik? Anyóka? I think not. Beszéljünk. What do you... Akkor megyünk is. De oké, hogy kiajítottunk mindenkit. Itt a bácsi van. Valahogy kikínlódjuk most már. Mi volna a... Várjatok? A Petszabotot írtatni mi, de... Ilyet... Can't do that. Nem lehet. Hát akkor nézzünk egy valami alkalmasabb helyet a Petszára.
This doesn't work like that. No can do. I think not. Io Claudio Vissa. Legyen szép nappal. Itt esetleg a pecebotot tudjuk használni. Nem tudjuk használni, viszont a gazda tubálkos szerencéje. Na most eltűntek innen az emberek. Ki lettek hajítva. Valakinek valami ötlete? Csere? Greetings, mister. Greetings, my boy. Welcome. Look around. I like this. That's... Oh, mister. All right, final. I was thinking. Akkor viszlát. El kéne kapni a... No. I can't do that now. Ez most nem lehet. I can't do that now. Van vízünk, lámpánk, mindenünk van. És nem lehet szétszedni a tubálkos szerencét? Nem. I don't think it would answer. Not now. House-shaped gingerbread. Huh? No touching! Sorry. You're a special lady. A dashing young man. Nem lehet ide bemenni. Ide se lehet bemenni. A kocsmában nincsen senki. Vigyük el az öreg úrnak, vagy adjuk oda a mátkának. Nem tudom. Hát akkor ezt innen nem akarja elvenni. Hát ez így marhaci ki egyébként. No. No luck. Good day, sir. Good day. Goodbye. Farewell, my boy. Yeah, hi. Hello, Ving. Quack, quack. Kvák, kvák. Mi a helyzet? No luck. Hi, hi. No luck. I can't do that now.
I don't think so. Us together, chicken attack. Nem jó, mert le fogja lőni a YouTube, mert hogy képzeljétek el, ez is ugye fantasztikusan jogvédett tartalom, a Chicken Attack. Igen. Nem egy új háttér, második kameraszög. Szóval van ez, meg van ez. Kettő. Olyan röviden is, persze, a fair use az smafu. Na. A 420-as szemüvegbe jól megnézzük. Ide ugye nem tudunk bemenni. Ott lakat van rajta. Without a knife, I'll just... I can't do that now. Without a knife, I'll just hurt myself. No. Not this time. No luck. Ebből a szögből szebb vagy, maradjon. Szép, várjál már. Te milyen műsort nézel? Jó, srácok, elakadtam. Ötlet? Érdekelne. Nem lehet hízelegni a bajuszos komának, hogy adjon sütit. Végül is, hogy csak... Nem is buta ötlet. Udvaroljunk neki. Na, üljél le. Menjünk vissza nappalra. Bocsánat. Mízes, mázos szavakat. Én aludtam, hogy sikereketek felébresztett. Jó, de ennyire nem unalmas a stream, ugye? Seems to be missing something. There, all fixed. This doesn't work like that. No luck. Can't do that. I need something to fetch the water with. Hát de már van már vizet húzni, mivel... Na jó van, akkor ízelegjünk. Wow, what a fine gingerbread dog. I've never seen a gingerbread dog before. That's a horse. Oops. Special lady. Nagyon szép kutya, az egy ló. Nagyon jó. Na. Az a baj, amúgy, hogy játék nem igazán fogja a kezünket. Bocsánat, közben itt mindenféle köhögésekben vagyok. Anyukának ízelegjünk egy kicsit. Ső már férjnél van. Jó. Jaj, hát nagyon jó. Figyelj, legyen. What a majestic group you make. What a majestic group you make. What a majestic group you make. Én bepróbálkoztam mindenkivel. Nem. A tuba rózsa se jön be. Not now. No can do. This doesn't work like that. I think not. Ide nem lehet bemenni. Hát... Looks comfy than my bed. This doesn't work like that. Not gonna work.
Not now. No luck. Gingerbread! Not gonna work. Bootmaker! Hearts, soldiers and houses! Hey, lad. Come closer. Don't... Look! A dragon! I'm not gonna fall for this. Menjél, megpróbáljuk. Not now. Semmit nem lehet adni a komának. No. I think not. I don't think so. Not now. No. Mindent megpróbáltam oda ajándékozni neki, de... Ja. Akkor a kocsmában van valami teendőnk. Looks like the beer was brewed in that mug. Micsoda? Looks like the beer was brewed. Úgy néz ki, azt a sört abban a korsóban eljesztették. I don't want to try. I'm afraid it would answer. Még a végén válaszol. No, thank you. I doubt it's any... Nope. No, thank you. Yeah. Good day. Good day. Yeah. See you later. For the record, no animals were... Hello, dear. Did it hurt? What did? When you fell from the heavens. Never mind. Jó bor, egészség, szép asszony, felség. De jó. Kis apró részletek. Sajnos egy kicsit elakadtunk. Nem tudok senkivel sem beszélni. Ezt mind lehet csinálni. Ja. Hát, I don't think so. No can do. No luck. Jó, akkor üssük meg. Akkor ne üssük meg. Az egyik testvérünk csizmadia lett, nem? This way. Megőrültük a... Maybe if I had something to grind in it. Not gonna work. Nem tudjuk használni. I don't think so. Not gonna work. No luck. No can do. Reeds are very common around here by the river. Igen, gyakorian áll a folyó mellett. Mit lehet csinálni a folyóba? Miért nem tudok pecázni a folyóba? I think not. Szerintem ne. Nem igazán lehet semmit csinálni itt már. Csúj, nem véletlenül kombinálni lehet-e a dolgokat?
Nem tudom. Mit szeretnétek, mit próbáljak ki? Meg hol? Menjünk vissza a faluba? Kapd a tolvajt, kösd gúzsba, és horgász a rudak vájújába, vagy tudja az ördög. Igen. Nem tudom, ide ugye nem tudunk bemenni, szólni nem tudunk. Köcsögöket nem tudjuk elvenni, ezt nem tudjuk ellopni, ennek nem tudunk semmit se adni, nem tudunk vele semmit se csinálni. Pénz kellene neki. Pecába mézes kalácsot csinálni. Hát megpróbáltam már. És azt mondja, hogy nope. A dragon. I'm not gonna fall. Wow, what a fine gingerbread dog. I've never seen. That's a whore. Oops. Younger siblings. Mindjárt visszamegyünk még az öreg apóhoz. Ja, megpróbáljuk még majd este. Rongyal elbújni a bokorba. A rózsabokorba. Nincs több interaktálható dolog, csak az öreg. Ja. Hát sok munkájuk lesz még a fejlesztőknek. Használjuk a bokrot, vagy jó bokrot szénabogját. This time, I think not. This doesn't work like that. That's where the geese live. Hát itt vannak a ludak. Some ice. I could do the ice bucket challenge. Ha lenne egy kis... Azt mondta ice bucket challenge. Eltelt pár nap és nem jött tolvaj. Hát, lehet tudja, hogy János a faluba jár. Igen, nagy vitéz volt ő. Meg ilyenek. Na várjatok. Mit lehet a standál csinálni? Not this time. Now, I can't take this with me. Ezt nem tudom elvinni. Hát, it's jó. Empty. Ez üres. Vizezzük össze. Akkor pecázzuk össze. Akkor lisztezzük össze. No. Akkor dohányozzuk össze. I can't do that now. Akkor nem tudom. Hát srácok, ez... egy erős failed, úgy érzem. Várjál csak. This doesn't work like that. Good evening, sir. Evening, son. I'll be going now. Akkor figyeljetek. A beautiful daughter. She is pretty one, isn't she? Szép, szép. Do you intend to marry her? Tám feleségül vennéd. Aj, gondolkodjak már még egy kicsit. És ennyi? Hát, én amúgy simán... érted, hát... ilyen ajánlat, így egyből így. Hello?
Én kocsmáros lennék, minden jöttmetnek ajánlgatnám a... Ahol mutatja, hogy melyik gomb mire való, úgy emlékszem, hogy volt segítség. Na, lássuk. Térkép és utat... Hogy van. Jó. Hát van egy M betűnk. Ez ilyen gyors utazás. Mi volt még itt? Segítség, tartsd meg a szó között, kiemeld az interaktív elemeket. Aha! Köszönöm. Akkor ezzel csak lehet valamit csinálni. For the record, no animals were harmed in the making of this game. I know you're outraged by the display of this dead animal. I'm all for animal rights, believe me. Still, I don't want to trash this place. Not this time. I know you're outraged by the display of this dead animal. I'm all for animal rights, believe me. Still. I can't do that now. Hát szerintem itt minden. No, thank you. I doubt it's any use to anyone. Can't do that. Jó, menjünk akkor ki. Új, itt volt a pad, meg a... Hát igen, a minden interaktálható dolog. Nope. I'm not strong enough to move this. That's a whale, that is. Ez bizony egy kút. I really need this rope. Égető szükségem van erre a kötélre. Jó. Van kötelünk. Hát ugye itt nem lehet. No. Not gonna work. No luck. Hogy ezek sosincsenek nyitva. Kéne nekem egy kis tűz, amúgy. Azon gondolkodám. Itt ennyi van. I don't think so. Hát... Talán soha nem fogjuk megtudni, hogy mi a helyzet. A libatolvajokkal, még tényleg még azokhoz elmegyünk. Azt a világot nem lehet felvenni a lánynál. Megnézem. Nem. Nincs ott. Ugye a tányér volt valameddig. Good day. Good day. See you later. Még a Baromfi udvarban megnézzük, hogy nincs-e valami interaktálható terület. Aztán szerintem, hogyha nem találjuk, akkor feladjuk. Na. Aha, ezzel pedig lehet valamit csinálni. No can do. Not gonna work. Meg ezzel is lehet csinálni valamit. No.
I think not. That's where the geese live. Not gonna work. I don't think so. Nah. This doesn't work like that. Oh, you roses are the prettiest I've ever seen. Can't do that. Oh, they're so pretty. I don't want to make a mess of this nice rose bush. Fine. Johnny hid in the rose bush in the master's garden that night and waited for the thief. Not long after sundown, the thief arrived. Johnny only caught a glimpse of a red tail before he suddenly fell asleep. When he woke up the next day, there were only two geese left. Aye, aye. Damn, I fell asleep. And a goose is gone. I need to stay awake somehow if I want to catch the thief. Azt álljuk a csőre tévő szemüveget, nincs valami nyom. Nincs. Mérgesek lesznek a gazdasszonyék. What do you need, son? Mi kéne, fiam? Attól tartok, megint ott a libája. Oh dear. Told you this thief cannot be caught. You're right, Mom. It looks impossible to stay awake. I think there's some kind of dust involved in this trickery. Dust? I never did fall asleep from dust in my life. I do sneeze, though. Do you have hay fever? Oh, at my age, I have everything, son. Az én koromban mindenem van. Did goose feathers make you sneeze? No. Does dust bother you when you're cleaning? It does. That's why my husband helps me out. He don't mind the sneezing. He got himself a snuff box even. Never did understand that habit of his. Aha, a tubákos szelence. Tubák, Bambi. Na figyelj! I can't do that now. Doesn't make sense to hide in the bush again, unless... Akkor menjünk ki az öregnek, adjunk tubákot. Tubákot, kot. Vagy nem tudom. Not gonna work. Szóval egy pillanat türelmeteket kérem, mindjárt jövök. Yourself must have a sweetheart, yes.
get a heart for your special lady. A dashing young man as yourself must have a sweetheart, yes? Get a heart for your special lady. A dashing young man as yourself must have a sweetheart, yes? How about a nice house-shaped gingerbread? Huh? Get your name written on it. How about a nice house-shaped gingerbread? Huh? Get your name written on it. How about a nice house-shaped gingerbread? Get your name written on it. How about a nice house-shaped gingerbread? Huh? Get your name written on it. Get a heart for your special lady. Na, elnézést, csak lepisílem. Na. Megyünk be akkor megint a kocsmába. Welcome to. Ja, akkor vele nem beszélgetünk már. Good day, sir. Good day. What can I? I'll be going now. Akkor vele se beszélgetünk már. Not this time. Nope. Ouch. It's too strong to tear in half. I need something to cut this with. Ouch. It's too strong to... I need something to... Jó. Hát akkor nem tudom. Visszamegyünk a faluba. Elmenjünk az öreghez. Milyen sejtelmes köd. Ilyen. Beszéljünk már az öreggel, nem... Nem tud már valamit. És ha... I like your beard. I already gave you the glasses. Isn't that enough? Yeah, you're right. Milyen magorva lett? Én megadtam a kajámból. Na, azt akkor mi van? Tudom, miért alszanak el mindig. Valamire por. Csak tűzszenteni szokott. És hogyha adunk neki... egy... No can do. Do you have kids? I can't do that now. Siblings? Kids love gingerbread soldiers. Do you have... Not gonna work. Younger siblings? Kids love gingerbread soldiers. Not now. There! All fit. This doesn't work like that. I need something to fetch the water with. I really need this rope. I don't think so. Not now. No luck. Hmm.
No luck. Yeah. I think not. Yuck. Now it's sticky. Best gingerbread in the whole kingdom here. Hey, lad. Come closer. Don't be shy. Get a heart for your special lady. I don't think so. I don't think so. Not gonna work. Not now. Van ragasztónk. No luck. Nope. Ez ragasztó. Rendben, Tibi. Jó étvágy. Mi ott főzöl? No can do. This doesn't work like that. Not now. Can't do that. Needs. Houses. Get the best gingerbread. I don't think so. Here. Get the best gingerbread. I don't think so. Here. Express your affection with the sweetest hearts. Do you have kids? Younger No touching! Sorry. House-shaped gingerbread. I can't do that now. Get your. I can't do that now. Get the best gingerbread. No. I think not. I can't do that now. Not now. Valamit akkor is kitalálunk. This doesn't work like that. This doesn't work like that. This doesn't work like that. Nem nagyon fogja a játék a kezünket, és ez nekem nem tetszik. Az ilyet nem szeretem. Azzal horgászni, próbáltam összepárosítani a... Ugye bekeverjük még a... Vagy bekenjük még a standját a... Not gonna work. Hát akkor... Yuck! Sticky! Not now. A libára nem lehet kenni. Can't do that. What a majestic group you make!
Doesn't make sense to hide in the bush again. Unless I can stay awake this time. Hogy maradhatnának ébren? I don't think so. Na, hát nem tudom. Az igazság, hogy Not this time. Not gonna work. Not gonna work. I think not. I can't do that now. I think not. No can do. Not now. No can do. Hatta. Not this time. Nem tudom. Kicsit úgy érzem, hogy mindent megnéztünk. Vizes rongyal eltakarni az arcod. Not now. Ja, ezt megpróbálom, hogy bemegyek a alóba. Ajaj. Ajaj. Jó. Kiszabadult. Jó van. Kiszabadultunk. Várjál, és hogyha... Nope. I don't think so. Bóka lánynak hát, ha ad kalácsot az eladó. Á, ez után. What a majestic group you make. I think not. Hát ma volt bóka lánynak, de jó van, akkor megpróbáljuk még egyszer. Did it hurt? What did? When you fell from the heavens. Never mind. Nam. The innkeeper's daughter. Busy as ever, trying to help out her pa. No. Hát. Beszélni már nincs mit vele. Bókolni már bókoltunk. Ja. Hát kell ennek a játéknak némi nemű támogatás, én úgy érzem. De látjátok, már hajnalodik szépen. Ugye megérkezik a... Nem tudod elvinni, de meg tudnád kenni ragasztóval. Van lámpásunk, azt se tudom, mire jó. Van két libánk. That's where the... Not now. Not this time. Hmm.
I'm afraid they bite. I don't think so. Hát ez mondjuk azért kicsit érdekes tényleg. Meg fogom nézni, hogy mi maradt ki, és legközelebbre meg fogom nektek mondani. Adjunk ragacsot az öregnek. I don't think so. Akkor bókoljunk neki. I like your beard. I already get... Isn't that... Yeah. Adjuk vissza neki a szemüveget. No. Hát akkor... Akkor nem tudom. Senkinek semmi ötlet? I think not. Nem lehet bemenni nála. Ahol ugye lenne értelme a sütésnek, az a kovács. No can do. De ugye oda se tudunk bemenni. No, ég a kéménye. Hát értem. Csak nem lehet oda... Tehát itt nincs interakció, látod? Csak a bácsival lehet bármit csinálni. Szellem, szemüveg van, ennyi. Goodbye. Farewell. No. Not this time. Nem tudom, mire jó a pecabot. Nyilván sokkal egyszerűbb dolgoknak kellene itt történnie. Nope. Without a knife, I would just hurt myself. I can't do that now. Ouch. It's too strong to tear in half. I need something to cut this with. Na, jó. Azt hiszem, hogy itt elakadtunk, és hát nem kilódok tovább. Megmondom őszintén, egy picit ráuntam erre a dologra, de minden esetre egy nagyon érdekes játékról van szerintem szó. Engedjet nem próbáltunk szétszedni. Not this time. I think not. Hát akkor ennyi. No can do. I think not. Ezt se értem, hogy ezzel mit lehetne csinálni. Looks like the beer was brewed in that mug. I don't want to try. I'm afraid it would answer. No, thank you. I doubt it's any use to anyone. No can do. No, thank you. This doesn't work like that. Nope. De van itt egy. The innkeeper's daughter, busy as ever. Veletek is, hogyha... No. No can do. Hát... I think not. Na jó van. Ez itt tényleg az elakadásnak a ne továbbja. Nem lehet mit csinálni gyakorlatilag. Express your affection with the sweetest hearts. Hey, no can do.
Wow, what a fine gingerbread dog. I've never seen it. That's a horse. Oops. I think not. Kids love gingerbread. Not this time. Greetings, mister. Greetings. Welcome. You have the... I like this gin... That's... Mézes kalács, huszár. I was thinking maybe you'd... Oh, mister. All right, final offer. Nincsen semmi. Nincsen semmi, és nem akar a játék tovább menni. That's the master's one. I can't do that now. Not this time. Anyóka. What do you... You were right, Mom. I think there's some... Dust? I never... I do. Just dust. It does. That's... He don't mind. He got himself a snuff box, even. Do you have hay? At my age. A libatoltól nem szokott üsszenteni. Hát nem értem. Éjszaka... Lámpás a botra. Aha. Jó, lámpás a botra. Mit csináljunk a lámpással, botra? Not gonna work. Aludjunk estig, várjál? Ez jó. Jó. Akkor este. Jó. Can't do that. No. Tudom. Na? Can do. Jó, de most mire fel van a kezünkbe ez a vacak? Mm.
Hát, tényleg tanácstalan vagyok. Nem, de ha kezünkben van ez a vacak, akkor pedig nincs alternatíva, hogy mit csináljunk. I don't think so. Nope. Not this time. No can do. There, all fixed. Hát, te nem tudom. Próbáltuk már a ragasztót a rongyba. A vizet a ragasztót. Az egész rongyot. A szemüveget. A dohányt. Mézeskalás a bácsinak hízeleg? Mi jó hízelegünk neki. De nem hiszem, hogy egy lámpára szerelt és egy pecavatra szerelt lámpával meg lehetne győzni. Adjuk oda az anyókának. Akkor nem. No. Wow, what a fine gingerbread dog. I've never seen a gingerbread dog before. That's a horse. Hat. Special lady. Not now. Young man as yourself must have a sweetheart. Ghost. Szellem. Nappal. I think not. Not now. Azt hitte megint a fény szellem. Not gonna work. Tudod mi van? Hát kiéhes. I don't think so. Not this time. No. Looks pretty. Oh, buzz. I don't think so. Not this time. No can do. This gingerbread is hard as a piece of stone. Not this time. Kemény, mint a kő. Can't do that. One gingerbread. Not this time.
gingerbread, then the whole... I can't do that now. Here. Greetings, mister. Greeting. Welcome. Buy a nice gin... Farewell. Mm-hmm. Nézzük a nádat. No. Hmm, no luck. Nope. Aha! Works perfectly. Younger siblings? Kids love gingerbread soldiers. Nem tudom. Get the best gingerbread in the whole kingdom here. Get a heart for your special lady. A dashing young man as yourself must have a sweetheart. Yes? Nope. House-shaped gingerbread. Huh? Valamit pedig lehet vele csinálni. Adjuk oda az anyukának. This doesn't work like that. Nem. Eszes fiú vagy te, János, csak nem tudom, hogy mit akarsz. Hajhaj. Rendesen már lefáraszt a játék. Titeket meg gondolom mutat. Na, használd. Doesn't make sense to hide. Hi, hi, hi.
Not gonna work. Not this time. Aha! One gingerbread is enough. No. Can't do that. No can do. Jó, hát nagyon vontatottan jöttünk rá idáig. A mérges gazdát fel kell dühíteni. Hát a mérges gazda már ki lett dobva a... Tehát ki lett dobva már a kocsmából. Úgyhogy a mérges gazda nem jön elő. Tehát ez a probléma. Hogy már... Hogy ő már ki lett dobva. I can't do that now. Tehát jelenleg annyi van már, amit... Akkor nézed? Na, jól van. Tehát a mérges gazda az már fel lett dühítve, ki lettek dobatva. Most már csak a liba tolvajt kéne elkapni, ami, aki ugye a róka maga. Not this time. I don't think so. Not now. Hát ez pech. Ez pech. Kicsit árulkodóbb dolgokat can't do that. Mondhatna itt a játék egyébként. This doesn't work like that. One gingerbread is... no. I don't think so. Nem tudom széttörni sem a mézes kalácsot. Aha! Works perfectly. Ludas Matyi lopkodja a ludakat? Hát egy vörös farkat láttunk. Egy vörös fülő farkat láttunk, illetve elludtunk a valamitől. Aztán elakadtunk ott, hogy pipadoányt rákcsál az öreg, de én nem vagyok hajlandó rákcsálni. A gazda tubálkos szelencéje. Nem beszélgetünk a tubálkos szelencéhez. Nem tudjuk szétszedni, nem tudjuk mihez összerakni. Nem tudunk mit mivel kombinálni. Elloptuk a mézes kalácsot. A mézes kalácsot tubálkod meg a rózsabokrot. Ja. Here we go again. Johnny once again hid in the rose bush in the master's garden. Meg kellett tubálkolni a rózsabokrot. But this time he came prepared. Oh. He had the snuff box with him. Not long after sundown, the thief arrived. Johnny took a sniff from the box. Szippantunk egyet a szelencéből. As quietly as he could. He took a peek out of the rose bush and saw a fox casting a spell. A róka varázsol. Egy varázsol róka. So that's why everyone falls asleep, he thought to himself. He stayed hidden in the bush until the thief left with another goose. There was only one goose left, but Johnny had a plan. Aha! A fox! Now I know what I'm up against. Got one last goose, last chance to catch the rascal. I need to be smart about this. I don't think so. I'll only take this one.
I think not. There. I'll just... Sticky flower? With goose feathers? But why? This doesn't work like that. I can't do that now. Not now. Jó, jó. No. Aha, that's why. Nagyon jó. Not this time. És én vagyok a liba. I don't need any more pillow. Te szíplúd vagy! Not this time. Not this time. Not gonna work. I'm afraid they bite. Good day, Master's Geese. Not now. Jó, tehát most egyenlőre ludak vagyunk, nagyszerű. Not this time. Ott a Lady Gaga, azaz. Oh, they're so pretty. I don't want to make a mess of this nice rose bush. Can't do that. Nope. I can't pick that up. Lehet, hogy nem nekem kellett volna izének lenni. Nem. Lehet, hogy követ kellett volna. Not gonna work. If I had me some ice, I could do the ice bucket challenge. This doesn't work like that. Without a knife, I would just hurt myself. Bújjál be az óba, hát próbáltam. Próbáltam. De hogy stílszerű legyek, nem megy. Vagy nem mögy. Nem megyen. I don't think so. Jó, akkor rá. This doesn't work like that. És ez nem így működik. I can't do that now. No can do. Not this time. This doesn't work like that. Not this time. Not this time. All right. I'm not going to catch them myself. Maybe it's better to ask their owners. I don't think so. All right. I'm not going to catch them myself. Maybe... Jó. Azt hiszem, hogy értem.
anyóka sír, megbeszéljük vele. Not gonna work. Megbeszéljük vele. What do you need, son? I saw the thief, master's wife. Did you now? Well then, tell me all about it. It's a fox. A fox? Do you jest? És mit mond a róka? Fox be casting spells with magic dust. Tis what I saw, ma'am. Honest. Master's wife, you have one goose left. Hide that goose and I will take its place. We will surprise the thief. All right, son. As you wish. Not this time. Not this time. Can't do that. Azaz. Jaj. Na várjuk meg az estét. Derítsük ki, hogy ki a libatolvaj. Egész pontosan. Szuszogi. Ennyire belehaladszik, hogy... I think not. Johnny, wearing his ragtag Johnny. Costume, sat down at the barton and waited for the thief. As expected, the thief arrived after dark. When it tried to snatch what it thought to be the last goose, Johnny jumped at the fox and caught it. Gotcha! Shouted Johnny. But boy, was he surprised when the fox started talking to him. Let me go, dear boy, pleaded the fox. I am not the scoundrel you think I am. Who should you be then? And why are you taking the geese? Asked Johnny. I am an adventurer, like you. You see, them geese are not really geese, but brothers who were cursed by a mean witch and then sold on the market. But I know how to break their curse. I've been stealing them to set them free, you see. Johnny believed the fox. It's not every day you see a talking fox, after all. Help me, dear boy. Give me the last goose so I can take him to his brothers and break their curse. Johnny gave the last goose to the fox. The fox turned to Johnny and said, Thank you for helping me. I can see you have a good heart, boy. Here, I give you this in return. This is a whistle. If you ever need my help, just blow this whistle, and I will come help you, wherever you are. And so the fox left. Johnny solved all the mysteries around the village, for now. But the kingdom behind the beyond is vast and full of secrets and adventures. Johnny and his mysterious fox companion had lots more to uncover. I will tell you all about it some other time. Lássuk meg ezt a kampányt a Kickstarterre. Én beteszem nektek ide a linket mindenképpen. Katalin Rábel írta, és Tamás Rábel együtt programozták. Egy kicsit nehéz volt. Egy kicsit nehéz volt, de én azt mondom, hogy ha egy picit dolgozni fognak rajta, akkor ez egy jó játék lesz. Az ötlet az nem tudom, hogy mennyire egyedi, de szerintem nem rossz. Abszolút nem rossz. Abszolút nem rossz. Nektek mi a véleményetek a játékról? Gondoltam egy kis érdekesség, egy kis kitekintő, hogy nem mindig ugyanazokat játsszuk.
semmi infót nem ír a projektről, mert jövő héten kedden indul. Tehát jövő héten, tehát hogy akkor fog indulni. És szerintem fogom támogatni ezt a Kickstarter projektet, meglátjuk. Jövő héten térünk erre vissza. Egyenlőre most ugye kevesen vagyunk még, akik úgymond followolják. Minek tetszett? Na, de szerintem is baromi jó. Tetszik a konceptárt, a zene az egy szintén egy ilyen nagyon jellegzetes és érdekes. Köbbit visszatérünk. Már itt is vagyunk. Egy kis zenebonát indítok. Úgy. Jó. Így ilyen kis halkbronyós, ilyen kis... Na, valahogy így. Szóval, igen. Mindenképpen érdekes volt. A magyar etika levetették a VHK-t. Igen. Váltok vissza csevegése. Szóval szerintem van benne potenciál, mindenképpen. Úgyhogy fogunk vele játszani. És ha már filmes vonatkozások, úgymond, hiszen ugye a magyar népmesék is a televízióból lehet a legtöbbet őknek ismerős, ugye ez a látványvilág, természetesen a könyveken túl, fogunk még egy filmes feldolgozással játszani, és ez egy klassz játék lesz. Még nem tudom, hogy mikor, már egy embernek mondtam, hogy mi lesz az, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy az viszont kevésbé lesz vontatott. Az már egy beletesztelt dolog. Hamarosan érkezik a második részet, hamarosan, egy éven belül, de az egy stream lesz mindösszesen, úgyhogy mindenképpen remélem, hogy nem fog úgymond korlátozás alá esni a zenéje, mert az nagyon sokat hozzá fog tenni a hangulathoz. Ennél többet egyenlőre nem árulhatok el, illetve elmondhatnám, de hát abban semmi pláne nincs. De mindenképpen vicces lesz, mindenképpen vicces lesz. Na, szerintem nézzünk valakit, akit esetleg rédelhetnénk, mert igazából én így mára ennyit terveztem, de hogyha van kedvetek még esetleg beszélgetni, akkor állok elébe, hogyha van valami jó téma. De Isten igazából mondom, én így mára ennyit terveztem megnézni ezt az érdekes játékot. Ha van még ilyen érdekes játék ajánlások, akkor nyugodtan jöhet a ötletek javaslatok szobába a Discordon, mert ugye van nekünk egy csodálatos Discordunk, ami bővült egy újabb funkcióval, mégpedig, hogy filmet nézünk. Ráérek, vagy kod lesz? Nem tudom még, meglátom. Most majd elköszönök, meg minden. Csodálatos Discord, így van. Család. Nagyon családias lett a hangulat, igen. Úgyhogy... Én akkor nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok. Nagyon hiányzott egyébként a streamelés, és már alig vártam, hogy lelőhessem ezt a poént. Már egy hete, hogy le van töltve a játék, csak vártam a megfelelő alkalmat. Sajnos a másik játékkal kapcsolatban nagyon benéztem, mert pont akciós volt a Steamen egy napig. Egy napig, úgyhogy most egyenlőre listára tettem, mert...
Mindjárt megmondom nektek, hogy amúgy mennyibe kerül a játék. Hát amúgy 20 euró. Azt egy ilyen 3-4 óra alatt végigvihető játékért igen soknak érzem. És sajnos máshol nem találtam, úgyhogy ja. A közösségi projektekkel ez a helyzet, hogy egy kicsit túl vannak árazva. Bízunk benne, hogy ez a játék nem lesz, ez a Behind to Beyond. Szerintem amúgy egy tök jó történet kerekedett így a végére. A játék egyébként helyenként borzasztóan nehéz. Ha nem backseateltek, akkor lehet rá se jövünk, hogy mit kell csinálni. Néha meg ugye tök egyértelmű volt, úgyhogy ja. Na, a kérdés az, hogy a társaság mit szeretne nézni a továbbiakban. Mondjuk egy kis puzzle-ezést, Zsófinál. Mert hogy ő még mindig nyomja, és nagyon érdekes puzzle-t rak ki. Nekem nagyon tetszik. Nagyon érdekes az art design rajta, tehát nem ez a hétköznapi. Úgyhogy mit szólnátok, hogyha mennénk és kirakóznánk Zsófinál egy kicsit még. Én erre gondoltam. Aztán remélem, hogy a minőség jó volt a streamnek, minden jól be volt állítva, elég hangos voltam. Tudom, a szuszogás az ott volt, azzal sem tudok mit csinálni. Ez ilyen. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt volt ma este, és hát akkor hangosabb az húzok. Hát igen, sajnos mindig is ilyen szoszogé voltam, úgyhogy szerdán érkezem az Eurotruck szimulátorral, hogy lesz a társaság, az még majd kiderül, úgyhogy köszönöm, hogy velem játszottatok ezzel a játékkal, és akkor megyünk Zsófihoz, szerdán 5 órától. További szép estét kívánok mindenkinek, és találkozunk akkor szerdán. Azt mondja, 2000-es évek trenz kedvelőjének, ha már rizéd, na, akkor azt még megvárom, amíg mindenki kimásolja, hogyha trenzt szeretnétek. Úgyhogy Zsófinál csak beszélgetés van, meg kirakózás. Sok-sok kirakóval, úgyhogy na jól van, további szép estét akkor mindenkinek. Sziasztok! Oh.